Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! A Kiskunhalasi Népdalkör 15. születésnapja, orosz és urugvái táncosok halasi fellépése és a Back to the Roots koncertje lesz Dióhéjban mai adásunkban. Nézzenek bennünket! Adásunk legelején egy régi népszerű rovatot indítunk ismét útjára. Ez nem más, mint a lapozgató. Mindenkinek van egy kedvenc könyve, most visszatérő sorozatunkban ismert és kevésbé ismert halasiak mesélik el nézőinknek, hogy miért is szeretik kedvenc olvasmányukat. Első alkalommal Kovacsev István, a Martonosi Pál Városi Könyvtár dolgozója mesél kedvenc kötetéről. Nekem több kedvenc könyvem is van. Könyvtáros lévén meg sok könyvet olvasó lévén. Mégis amiért ezt választottam, az az, hogy mindenkinek szól. A kötet Lackfi János és Vörös István kötete, Apám kakasa címe. Az alcíme Változatok klasszikus magyar gyermekversekre. Másfél század klasszikus verseit költötték újra. Nagyon nagy kedvencem, mert ez a vers alap, ez aki Magyarországon nőtt föl, alap műveltségi kincsünk, és mindenki ismeri. Hogy mégis egy kis ízelítőt adjak ebből, Petőfi Megy a juhász Szamáron című helyzetdalának első verszakát mutatom be, hogy mi is történik ezzel a verssel. Megy a juhász Szamáron, földig ér a lába. Nagy a legény, de nagyobb boldogtalansága. Lackfi Jánosnál ez így hangzik. Megy Béla bátra banton. Megy Béla bátra banton, nyakában a lába, kétrét hajtva fér szegénybe a kocsijába. Tehát szívemből ajánlom kicsiknek, nagyoknak, szülőknek, nagyszülőknek, unokáknak. Nagyon jó mulatság lesz. Ez volt tehát Kovacsev Istvánné kedvenc olvasmánya. Hogyha ön is bemutatná kedvenc kötetét nézőinknek, akkor jelentkezzen szerkesztőségünkben a Bethlen Gábor téren, vagy pedig a Halas Média Facebook oldalán. 8 délalföldi népzenei csoport közösen ünnepelte a Kiskunhalasi Népdalkör 15. születésnapját. A fergeteges hangulatú évfordulón valamennyi együttes színpadra lépett, köszöntve, ünnepelve az elsősorban nyugdíjas énekesekből, zenészekből álló halasi csapatot. Színpadon a 15. születésnapját ünneplő Kiskunhalasi Népdalkör. A másfél évtized alatt a népzene, a népdal iránt elkötelezett csoport számtalan fellépésen, koncerten, fesztiválon képviselte városunkat. Kiskunhalasi Népdalkör Egyesület 2001-ben alakult, és 15 éves évfordulót ünnepeljük most. Ez alkalomból szerveztünk egy népzenei találkozót a térségi népdalkörökkel, népzenészekkel. Nagyobb létszámot hívtunk, mint szokás, tehát 8-10 csapat jött el. Amatőr népzenészek vagyunk. Nem törekszünk arra, hogy professzionális módon tudjuk muzsikálni, énekelni. Szeretjük, imádjuk a népzenét, nagyon jó kis csapathoz kerültem, nyugdíjas az átlag életkor, imádjuk a zenét, imádjuk egymás társaságát, és sokszor csak önmagunknak bulizunk. Bús Lajosné Magdika a kezdetek óta erősíti a népdalkört. Személye, egyénisége valamennyi tag számára példaértékű. Úgy gondoltuk, hogy ilyen még nem volt halason, és akkor volt egy társam, sajnos nagyon hamar elment közülünk, és akkor avval próbálgattuk. És négyen, öten, apródonként így összejött a csapat, és akkor így sikerült ezt megindítani. És most meg már 15 éve, hogy csináljuk. Ezt. Hogyan tart össze ez a társaság, hogyan zajlanak a próbák? Hát minden szerdán, vagy mikor a főnökünk ráér, mert ő még ugye aktív dolgozik, és akkor amikor ő neki a szabad napja van, akkor összejövünk, és akkor próbálhatunk. És hogyan zajlanak a próbák? Milyen hangulatban? Ó, hát nagyon jó hangulatban. Nincs itt a csapattal semmi gond, semmi baj. Összetartó banda van itt nagyon. Úgyhogy mink megértsük egymást nagyon. Lányi lábom, babá, lányi lábom, babá.
mázlári citerások régi baráti kapcsolatot ápolnak a halasiakkal. 4 vagy 5 éve találkoztunk először velük Soltvadkerten, és ott megállapítottuk, hogy nagyon nagy jövő vár rájuk, és nagyon jó is csinálják, úgyhogy akkor kezdődött a kapcsolatunk, azóta, ahol találkozunk, mindig nagy szeretettel beszélgetünk, szakmai dolgokról is szoktunk sokat beszélgetni vele, és most is volt a telefonon, ahogy meghívott bennünket egy órás vitánk, beszélgetés, nagyon aranyos, szeretem a Józsit, nagyon, egy csapata is nagyon jó. Az est, az évforduló, a születésnap késő estében nyúlóan, felejthetetlen hangulatban zárul. Holnaptól lehet készülődni a 20. évfordulóra. Autentikus orosz és urugvái táncok Kiskunhalas szívében. Fergeteges hangulatú bemutatót tartott városunkban 2 igen távolról ide utazó tánccsoport. A főként fiatalokból álló táncegyüttesek élő hangszeres zenei kísérettel avatták be a publikum tagjait országaik hagyományaiba, kultúrájába. Egzotikus dallamok, különleges ruhák és látványos koreográfiák jellemezték azt a kulturális bemutatót, melynek a Közösségek Háza adott otthont. Távoli vendégek érkeztek városunkba, hogy nemzeti hagyományőrző táncaikkal kápráztassák el a helyieket. Kiskunhalas is üdvözölhet 2 egzotikus együttest. Igazán egzotikumról van szó, mert az egyik csapat Uruguayból érkezett, a másik pedig Oroszországból. A kultúra az mindig egy-egy népcsoporthoz is köthető. Sokkal nyitottabbak vagyunk akkor egy-egy népcsoport iránt, hogyha megismerjük a kultúráját, megismerjük a szokásait, ezzel leépülnek az előítéletek, ez mindenképpen nagyon hasznos dolog. Az orosz tánccsoport erőssége, hogy több generáció dolgozik együtt már hosszú ideje. A csapat fiataljai az idősebbektől tanulták el a lépéseket az alapoktól egészen a profi szintig. Táncegyüttesünk 1975-ben alakult, nevünk magyarul Szikrácskát jelent. Büszkék vagyunk, hogy eddig több mint 40 országban sikerült bemutatnunk produkciónkat. Mint itt önöknél, nálunk is minden régiónak megvan a maga egyedi jellegzetes stílus irányzata a néptáncon belül. Mai kiskunhalasi bemutatónkat igyekeztünk úgy összeállítani, hogy a közönség a lehető legszélesebb skálát kapja az orosz táncok sokaságából. A közönség tagjai közül többen is megcsodálták a fellépők színpompás, aprólékosan kidolgozott ruháit. Mint kiderült, az orosz csoport a megjelenésre is nagy hangsúlyt fektet. A táncosok ruháit a leghíresebb moszkvai tervezők álmodják meg már hosszú ideje. Különlegesség, hogy a mai napra hoztunk egy olyan ruhakölteményt is, amit nem a fővárosban, hanem Kirov városában terveztek, és gyártottak kimondottan a csoportunknak. Egészen más stílusú produkcióval álltak közönség elé az Uruguayból érkező táncosok. Mentalitásuk kiválóan érződött a bemutatott táncokban. Jelenleg 33 tagú a csoportunk, nemrég Montevideóban alapítottunk egy tánciskolát, ahol az érdeklődő gyermekeknek próbáljuk továbbadni a kultúránkat erősen meghatározó néptánc alapjait. Repertoárunkban a vidám, pörgős, észak-urugvái táncok épp úgy megtalálhatók, mint az elegánsabb, lassabb déli koreográfiák. Az urugvái emberek mindig jókedvűek, mosolygósak, és éppen ilyen hangulatot szeretnék ma este Kiskunhalason is teremteni. A hangulatfokozás pedig egyértelműen sikerült, amit leginkább a közönség vastapsaiból lehetett érzékelni. Jól ismert slágerek teljesen újra értelmezve. Akár így is jellemezhetnénk röviden azt, amit a Back to the Roots zenekar tagjai csinálnak.
Az együttes összetétele igen vegyes. Van olyan művész is a tagok között, aki közel 2 évtizede él már Amerikában. Kiskunhalasi fellépésükön több helyi előadó is csatlakozott a világhírű zenészekhez, így az itteni közönség olyan élményt kapott, ami egyszeri és megismételhetetlen volt. Igazi zenei csemegének lehettek szem- és fültanúi azok, akik ellátogattak a kiskunhalasi zsinagógába a Back to the Roots formáció fellépésére. A hűvös idővel mit sem törődve a zenészek igazi forró nyáresti hangulatot varázsoltak muzsikájukkal, de közben mindvégig szem előtt tartották azokat a fontos célokat, amiket az együttes megalakulásakor kitűztek. Back to the Roots visszagyökerkezés, én találtam, kivel 18 év Amerikában élek, és eldöntöttem, hogy vissza akarok jönni a gyökeremhez, és Nógrádi Gergő művész úrral szerencsére összejöttünk, és megtaláltuk egymást, és azóta bejártuk Amerikát, Kanadát, most Ausztráliába készülünk, és a február 14-én a Carnegie Hallba fogunk fellépni New Yorkban. Azt szeretném az egészet elérni, Amerikában, és itthon is, és az szerte a világon, hogy ez egy tradíció, tehát a gyerekek, hogy ne felejtsék el a zsidósággal kapcsolatosan, hogy mindenki tudja, úgy nőjenek föl, hogy ne hajjon ki a mi zenénk, a mi tradíciónk. Ez a lényeg az egésznek. A közönség a dalok során ámulattal hallgatta Nógrádi Gergely hangját, aki a budai Frankel zsinagóga kántora. 2015-ben Európa legjobb kántor hangjának választotta az Európai Kántorok Szövetsége. Mint mondja, a kiskunhalasi koncert nem csak a hallgatóságnak, hanem a fellépő művészeknek is igazi öröm volt, hiszen mindig jó érzés profikkal publikum elé állni. Csodálatos élmény, nagy örömzene, főleg a mai az lesz. Nagyon kedves amerikai barátaim érkeztek ide. Egy amerikai tenorista volt, aki egy izraeli francia tenorista, fantasztikus hang, és hát a világ egyik legjobb gitárosa itt van ma Kiskunhalason, a zsinagógában, Lakatos György. Ez külön öröm számomra. Van még meglepetés vendégünk is, Ráb Gábor, aki helyi illetőségű tenorista, és egy fantasztikus tehetségnek tartjuk mindannyian Budapesten, és már kollégaként üdvözölhetjük a mi köreinkben. A kiskunhalasi Ráb Gábor nagy várakozásokkal tekintett a mostani fellépés elé. A dolgot nehezítette, hogy a nagy földrajzi távolság miatt előzetes próbák szinte egyáltalán nem voltak. Igazából elküldtem egy listát, amit, mert ugye külföldön tartózkodtak a többi énekesek, tehát így e-mailen keresztül tartottuk a kapcsolatot, és kértek tőlem egy listát a repertoáromból, ami így könnyebb típusú dalok. Elküldtem, és az alapján választották ki. Közös próbára nem igazán került sor, hanem mai napig, szóval ez egy ilyen meglepetés lesz, hogy mi fog összejönni. A Back to the Roots koncertjeit ország, sőt világszerte kitörő örömmel fogadja a közönség. A tagok büszkék arra, hogy könnyed, szórakoztató formában adhatják át hallgatóságuknak az igazi kulturális értékeket. A Halasi Őszi Színház évad az Éles Szín vendégjátékával kezdődött a Városi Filmszínházban. A társulat a Bridge, a Nagy Játszma című vígjátékot mutatta be, erről fogunk majd beszélgetni most Rajcsány Bettivel, a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. Program szervezőjével. Szeretettel köszöntelek a stúdióban. Szia, köszönöm, hogy itt látták. Nézzünk egy picit vissza a múltra. Milyen múltra tekint vissza az színházi évad Kiskunhalason a megrendezése? Nagyon-nagyon hosszú időre. Én még szerintem pelenkás voltam, amikor itt már bőven mentek a színházi évadok. Közel 20 évre tekint egyébként vissza, mert a kezdetektől megvolt ez az őszi-tavaszi évad, ahol mindig 3 vagy 4 előadás volt, és egyébként érdekesség, hogy a kezdetektől is már a Városi Filmszínházban tartották ezeket a színházi évadokat.
A különböző évadoknak mi alapján kerül összeválogatásra a darabok, amik itt játszásra kerülnek? Hát ez nagyon összetett, mert úgymond csoportban dolgozunk, csoportban tudjuk el, hogy melyek legyenek azok a darabok, amik egy-egy évadba beleférnek. Természetesen mindig törekszünk arra, hogy szórakoztató legyen, komédia, vígjáték a szokásos kis szerelmi szálakkal. Egyébként figyelünk nagyon arra is, hogy milyen színészi gárda szerepel benne. Tehát hogy fontos, hogy ismertek legyenek a színészek, de az is, hogy mondjuk nem minden egyes évadba ugyanazok szerepeljenek. Ez alapján mondtad, hogy állandó a célközönsége a színház évadoknak, vagy azért ez változik folyamatosan? Hát egy része állandó, tehát mondhatunk egy ilyen 100-120 főt, aki úgymond törzs közönségünk. Nekik egyébként mindig biztosítunk egy-két napot a bérleteknél, hogy fixen megtarthassák a helyeiket, de a többi az mindig változó szokott lenni. Idén már elstartolt az őszi színházi évad, hiszen hétfőn volt az első előadás. Mik a visszajelzések? Igen, ahogy már mondtad is, a Bridge a nagy játszma címmel került megrendezésre hétfőn este 7 órakor a Városi Filmszínházban. Igazából pozitívak a visszajelzések, mint már említettem, hogy mire törekszünk, ez is egy szórakoztató vígjáték volt dr. Éles Bélával, Gregor Bernadettel a főszerepben. Most pedig nézzünk akkor egy rövid részletet ebből a hétfői színházi darabból. Hiába nem akarod, ennek így kell lennie. Majd én megmutatom, hogy nem kell így lennie. Akkor ott. Szárnyú. Az egészen más. Ketten valakunk a tengerparton. Férjem feldolgozott a hotelszobában. A hold ezüst hídja úgy csillogott a sötét vízen. Fekete démon vállán az egy gyönyörű ezüst szemekre. István lázasan dolgozik a hotel szobában. Mi lett a partunk? És andalokba hallgattuk a fáradt hangú Lazarot, a San Felucci elmélet. Akkor ott megszédültem. Az más volt. Egészen más arról nem tehetem. Megszédültem egy pillanatra, és nem tehettem másképp. De maga úgy lopott be a szobájába, mint egy besurranó szállodai tolvaj. De hiszen nem kellett, hogy belopjanak. Jöttél remegve hófehér. Olyan fehér voltál, mint a Mont Blanc tetején a friss fulladt hó. Megtéltem. Égőszád úgy lángolt, mint a hómezőnek bíbor vörös rózsa. Én az uramról látom. És az én az uramat imádom. És az enyém voltál. Én az uramat imádom. És az enyém maradsz. Ez a kis részlet egy kis kedvcsináló volt. Nézzük, hogy milyen előadások várnak még az őszi színházi bérletsorozat résztvevőire a közeljövőben. Még kettő előadással készülünk. Az első már rögtön novemberben lesz, november 15-én Botrány az operában címmel. A Fogi Színház fogja egyébként előadni. A főbb szerepekben Beleznai Endre, Nyertes Zsuzsa és Straub Dezső. A következő pedig a Szeretem a feleségem címmel december elején lesz. Itt még pontos időpontot nem tudunk, de valószínűleg 5-e környékén. Ezt a Budaörsi Játékszín adja majd elő. A főbb szerepekben Pikali Gerda, Magyar Attila és Timko Eszter. Beti, te személyesen is rendszeresen szoktad látogatni az őszi és a színházi bérletsorozatnak az előadásait. Milyen élményeid vannak a színházról, miért szereted? Hát igazából én egy másfél-két évvel ezelőtt kezdtem már rendszeresen látogatni a színházi évadokat, elsősorban azért, mert a mamám nagyon szeretett volna jönni, úgyhogy mi mindig elkísérjük, és ott vagyunk vele. De nagyon pozitív élmény egyébként, mert én előtte mindig csak musicaleket néztem, úgyhogy már eléggé megszerettem ezt a komédiát, a vígjátékokat is. Az elmúlt időszakban számodra melyik volt a legkiemelkedőbb előadás, mi az, amire a legszívesebben visszaemlékszel? Nekem egy előadás volt, amit tudom, hogy végig nevettünk, úgyhogy szinte már a könnyeim is kicsordultak, ez a miniszter félrelép volt. Szintén egyébként a Fogi Színház adta elő, és Beleznai Endrével a főszerepben, úgyhogy nekem azt tetszett nagyon. Akkor már nem is olyan nehéz ez a kérdés, hogy melyiket várod a mostani bérletsorozatból legjobban a következő előadások közül?
Igen, hát pont a következőt, a november 15-i Botrány az Operában című előadást. Nézzük akkor, maradt még egy kis időnk, hogy a közeljövő programjairól is ejtsünk néhány szót. Mi az, amit még várhatnak majd a nézők itt Kiskunhalason? Igen, hát azt akkor kicsit el kell távolodnunk a színháztól, hiszen az 1956-os forradalom is szabadságharc következik, tehát a megemlékezések ünnepek október 23, október 27, 31 és természetesen november 4-e. Ha még egy picit előre tekintünk, ott még mi várja majd az érdeklődőket, szinte ez az év már rögtön el fog repülni, úgyhogy nem hát sok van igen, hátra. Igen, hogyha ha repülünk egy kicsit sokat, akkor lesz majd egy pályaválasztási napunk november 18-án, ami ugye a középiskolásoknak szól majd, hát illetve elérkezünk majd a decemberhez, és december 10-től december 23-ig vár majd mindenkit az adventi vásár itt a főtéren, úgyhogy oda is nagy szeretettel várunk minden családot, mindenkit, hiszen jó nagy fellépőkkel is készülünk mindenkinek, és a gyerkőcöknek külön december 10-én több meglepetés is lesz. Végigmentünk itt a programokon, de az őszi színház évadhoz egy picit még kanyarodjunk annyira vissza, hogy a pontos információk az előadások kezdéséről és időpontjáról azok hol lesznek elérhetők, illetve aki érdeklődni szeretne, az hol tud információt gyűjteni majd. Igen, tehát a jegyekkel kapcsolatos információk, az előadás pontos kezdésével kapcsolatos információkat a közösségek házában tudhatja meg, illetve itt a Halas Média szerkesztőségében is tudnak információt adni. Még annyira kíváncsi vagyok, Benti, hogy te, mint így színházban járó és rengeteg szervezésben résztvevő, hogy érzed, hogy Kiskunhalason mekkora az érdeklődés a színház iránt így, és mennyire lehet ezt még fokozni? Nagy az érdeklődés egyébként, ami mindig feltűnt, amikor jönnek vagy a tavaszi, vagy az őszi színház egy-egy előadására az emberek, hogy egyre fiatalabbak is, biztos hasonlóképpen, mint én, hogy elkísérik esetleg a nagymamájukat, vagy bárkit a családból, de szerintem ez pozitív, hogy már a fiatalok is elkezdenek járni színházba, úgyhogy biztosan van utánpótlás, és hát ugye az idősebb korosztály, ez meg természetesen rajong érte, és minden évben várják, hogy újra elmehessenek egy következő darabra. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és köszönjük az információkat. Én köszönöm. Kedves nézőink, most pedig nézzük meg, hogy a következő napokban milyen programok várnak Önökre. Holnap, vagyis október 7-én pénteken délután 5 órakor Deák Lajos emlékkiállítás nyílik a Közösségek Házában. A tárlat apropóját az adja, hogy a sokak által kedvelt egykori rajztanár most lenne 90 esztendős. Családja úgy döntött, hogy Deák Lajos színes alkotásait most egy rendhagyó kiállítás keretében mutatják be a halasiaknak. A megnyitón köszöntőt mond Barát József művésztanár, Deák Lajos egykori munkatársa. Október 8-án szombaton 10 órára a Sziládi Áron gimnázium baráti köre egy ünnepségre hívja az érdeklődőket. Egy táblát avatnak majd fel, mely a gimnázium korábbi igazgatóinak állít emléket. Ezt követően Sudár Balázs történész Hódoltsága Duna-Tisza közén címmel tart előadást, majd Végső István történész Kiskunhalas újratelepüléséről beszél a hallgatóságnak. Október 10-től 4 estén keresztül izgalmas tudományos témákkal találkozhatnak a 41. Kiskunhalasi Csillagászati Napok résztvevői. Szó lesz többek között az univerzum gravitációs hullámairól, a Rosetta üstökös program eredményeiről és a relativitás elméletről is. A belépés díjtalan, az előadások minden nap 18 órakor kezdődnek a Csipkeházban. Október 13-án csütörtökön délután 5 órakor a Torma János Múzeumban nyílik meg Mádai Norbert gyűjteményéből a Magyar Történelem Litográfiákon című kiállítás. Az ünnepségen köszöntőt mond Fülöp Róbert kiskunhalas polgármestere, a tárlatot Antal Károly antikvárius nyitja meg. Ezt követően maga Mádai Norbert vezeti körbe a kiállításon az érdeklődőket. Még kicsit távolabb van, de már most érdemes beírni a naptárakba, hogy november 5-én 5. állomásához érkezik a Folkest sorozat. Az év utolsó Folkestjén a Sergő zenekar áll közönség elé, de a Magyar Állami Népi Együttesből is érkezik egy pár, akik tánckoreográfiákkal szórakoztatják a jelenlévőket. A kézműves kiállításon ez alkalommal Dallosné Edit mézes kalácsait lehet megcsodálni. Kedves nézőink, mai adásunk végén a Halasi Népdalkör születésnapi fellépéséről hallhatnak és láthatnak nálunk egy nótát. Ezzel köszönöm meg már a figyelmüket, viszontlátásra jövő csütörtökön.